Azért volt nagyon fontos, mert akkor már 10 éve folyamodott Magyarország hiába az ENSZ tagságért. Részben azért, mert Magyarország a vesztes oldalon állt a II. Világháborúban, és maga az Egyesült Nemzetek Szervezete a fasizmus ellen Egyesült Nemzeteket akarta. Másrészt pedig az hidegháborúnak volt egy olyan padhelyzete, amelyben se az egyik, se a másik oldal nem akart engedni, és nem akart, hogy bizonyos országok bekerüljenek a közgyűlésbe, és így a szavazati arányokat módosítsák. Ugyanakkor éppen az enyhülésnek volt egy áldott pillanata mind egész Európában, sőt, hogyha úgy tetszik a világpolitikában, mint pedig Magyarországon. Ez már az az erjedési folyamat volt, amely azután 1956-hoz vezetett. Egy nagyon jelentős külpolitikai siker. Ugyanakkor benne volt az is, hogy az ENSZ alapokmányának, az emberi jogokat garantáló mozzanatait ratifikálta a magyar törvényhozás is. Senki nem tudta, hogy ez igazából nem egy külpolitikai siker volt, hanem az államvédelmi hatóságnak a hírszerzését erősítette meg, és elképesztő pozíciókat talált neki New Yorkban. Megpróbálta ezt az új külpolitikai vezetés áttörni, és nagyon érdekes volt, hogy éppen azért, mert a Remtéri külügyminisztériumi épületben nagyrészt sztálinisták voltak, Nagy Imre magához vonta a külügyi tárcát, és ezen belül még azokat a legközelebbi munkatársait nevezte ki, akikben maradéktalanul megbízott. Különös volt az is, hogy az első időben még a sztálinisták vettek részt a Nagy Imre kormányban, tehát például éppen akkor, amikor Magyarország az ENSZ-hez fordul, akkor még ezt a sztálinista apparátus is képviseli és közvetíti, ami nagyon különös volt Kós Péter, aki belügynek nyilvánította ezt a szovjet beavatkozást, és ami miatt óriási tiltakozás lett, és haza is hívták, mint hogy leleplezték, hogy Konduktorov Leo az igazi neve, ami nem volt egészen igaz. Ő teljesen ártatlan volt. Ő akkor még a Nagy Imre kormány utasítását követte, hiszen akkor úgy tűnt, hogy kompromisszumot lehet kötni a szovjetekkel. Ha visszavonják az ENSZ-hez való folyamodást, akkor a szovjetek hajlandóak tárgyalásokat kezdeni, ami meg is történt. Csak hogy a hazahívott Kós Péter helyére egy Szabó János nevű diplomata került magyar ENSZ delegátusként, aki pedig a keményvonalas ÁVÓ-nak, tehát akkor az államvédelmi hatóságnak a hírszerző részlegének volt egy titkos munkatársa, és két további ÁVÓ-s irányította, Hollai Imre és Rácz Pál, mind a kettő közvetlenül kapott utasításokat a szovjet ENSZ misszión dolgozó KGB-sektől, tehát ők már jóval korábban tudtak arról, hogy invázió készül, hogy új kormányt alakít Kádár János, mint például ennek a kormánynak a képviselői, akik ebben az időben még tökölön bujkáltak a forradalmárok elől. Sokféle feltárnivalója volt, tennivalója sajnos nagyon kevés, és tegyük hozzá, hogy az ENSZ 11 kísérletet tett addig a magyar ügy megoldására, mire ezt a bizottságot 1957. januárjában létrehozták. És ebben a 11 kísérletben benne volt Hammarskjöldnek, a volt svéd ENSZ főtitkárnak számos olyan próbálkozás, hogy politikailag is valamiképpen találjon megoldást arra a helyzetre, amit ugye katonailag a szovjetek oldottak meg közismert módon. Ez két tényező zavarta meg nagyon erőteljesen. Az egyik a szuezi válság, tehát az, hogy Izrael, Anglia és Franciaország támadást indított Egyiptom ellen, tehát a nyugati demokráciák méretlenül kompromittálódtak, hogy ők is erőszakkal akarnak megoldani egy politikai krízist. A másik a szovjet vezetésnek ezt követő hirtelen irányváltozása. Hajlandóak lettek volna még a forradalom fényes napjaiban kicsivel nagyobb mozgásteret engedni a magyaroknak, és ekképpen az egyéb szocialista országoknak, amikor a szuezi válság egy világháborúval fenyegetett, abban a pillanatban visszavonták ezt a döntést, és a katonai megoldás mellett voksoltak. Ami nagyon fontos volt, és ezt a kutatásokból látjuk elég pontosan, hogy Hammarskjöld nem tudta megoldani a politikai kérdést, de érzékelt, hogy rettenetes humanitárius válság van kialakulóban, 200 000 menekült, Magyarországon pedig katasztrofális mezőgazdaság, szétlőtt városok, hiányzó gyógyszerek, tehát mindazt, amit politikailag nem tudott, azt próbálta meg kompenzálni éppen a humanitárius válság kezelésével, csak hogy ezt titokban kellett tennie, mert az ENSZ, amint politikailag is megpróbálta az alapokmány elveit érvényesíteni a magyar hatóságokkal szemben, abban a pillanatban ellenségnek nyilvánították, ezt az elképesztő mennyiségű segélyt pedig a Vörös Kereszt szervezetén belül és a Vörös Keresztnek a felségjele alatt továbbította az ENSZ Magyarországra. A Magyar Különbizottság, amikor létrejött, akkor voltak éppen történetírás volt a feladata, és voltak éppen ahelyett, hogy 1-2 hónap alatt megoldották volna a dolgukat, 9 hónapig dolgoztak rajta, és még amikor az első jelentésüket napvilágra hozták, akkor sem sietett az ENSZ vezetés, hogy ezt mielőbb napirendre tűzze, hanem szeptemberben, 57. szeptemberében, majdnem egy évvel az események után benyújtottak egy történeti krónikát.
nem csak az ENSZ elnökének a zsarolhatóság, hanem egy olyan mértéktelen szovjet befolyás is sejthető, amit éppen egy dán diplomata, Poul Bang Jensen érzékelt, és ő volt az, akinek valamiképpen olyan jellegű információ is voltak, gyanú is voltak, amit éppen a magyar ügy egész kezelése erősített meg benne, mégpedig rendkívül erősen. Minket meg abban erősíthet meg az, hogy itt valami nagyon nincs rendben, hogy ez a Poul Bang Jensen, ez végül is nagyon jelentős munkatárs volt, nagyon jelentős gondolkodó, politikus. Ez először kirúgják az ENSZ-ből még tényleg nagyon megalázó módon, majd pedig, amikor még mindig nem adja föl a harcot, holtan találják meg New York államban, és amikor megindul a vizsgálat, hogy kiderüljön, hogy ez most gyilkosság volt, vagy öngyilkosság, amit a mai napig nem tudunk, most már ugye 63. éve nem tudjuk ezt a történetet, hogy mi hova is vezetett, akkor leállítják a nyomozást, mégpedig az amerikaiak állítják le az FBI nyomozását. Tehát itt valami ebben a történetben valami nagyon bűzlik, és ezt próbáljuk meg ezzel a kutatással, ha nem is eloszlatni, de legalább analizálni. Az ENSZ túl azon, hogy a nagyhatalmi játéktérnek volt egy fontos tényezője, túl azon, hogy nem csak a szovjetekkel, de az amerikaiakkal szemben is tehetetlen volt, például Guatemalában, vagy egész Latin Amerikában. Tehát mind a két oldalról nagyon sokszor nagyon erősen megtörték az alapelveket, nagyon sok idealistát vonzott az ENSZ. Úgy tűnt, hogy ez valamiképpen a II. Világháború után létre tud hozni egy olyan jellegű, nem is világkormány, de egy olyan jellegű intézményt, ami megelőzi a további nagyon jelentős világégéseket, és legalább valamiféle tárgyalóasztalhoz ülteti az ellenérdekelt feleket. Bang Jensen ezentúl csak ugyan egy idealista volt, ő volt az egyébként, aki amikor a II. Világháborúban a németek megszállják Koppenhágát, és akkor az amerikai követségen, Dánia-amerikai követségén dolgozik, nem fogad el többet instrukciókat Dániából, és ő nincs bent, amikor a nagykövet nincs bent, amikor ez a hír megérkezik, hogy Dánia nem szabad többé, és azonnal sajtóértekezlettel tart, és közli azt, hogy ezentúl ők függetlennek nyilvánítják magukat a megszáll Dániától. Tehát nem diplomata volt ilyen értelemben, ez volt a veszte is, és ez volt az erénye is, hanem egy morálisan gondolkodó politikus, és ő úgy érezte, hogy a magyar ügy az képtelenség, hogy így maradjon, hogy az ENSZ alapelveit az ENSZ vezetői nem köphetik szemen, és amikor mégis ez történik, akkor egy olyan jellegű morális krízist indít el, ami véget vethet az egész világszerhezetnek. Ami nagyon fontos, hogy ezt ő szinte soha nem hozta nyilvánosságra. Tehát végig küzdött az ENSZ-en belül, de annyira hitt az ENSZ alapelveiben, hogy semmilyen formában nem akart neki állítani, nagyon erős sajtóda támogatásra, nagyon erős közvélemény rokon szemvével kísérte, magányos hős maradt, és végül is életét adta ezért a történetért. Az egyik az, hogy elképesztő mennyiségű dokumentum került a birtokon, illetve a kutatás során kinyíltak olyan archívumok, amelyek eddig teljesen zárva voltak, nem utolsó sorban Bogyai Katalinnak köszönhetően, aki az ENSZ, Magyar ENSZ misszió vezetője, és aki elképesztő álhatatossággal, találékossággal és nagy odaadással több 10 000 oldalnyi eddig sorsdöntő dokumentumot tett hozzáférhetővé, amelyek 60 éve voltak bezárva az ENSZ különféle irattáraiban. Nagyon érdekes, hogy a kutatás során nagyon sok egyéb archívumra is rábukkantam, ahol fontos magyar vonatkozású dokumentumok gyűltek össze, ezeket szeretném rendezni, és a kutatók, a további kutatók, történészek számára hozzáférhetővé tenni, és úgy gondolom, hogy itt a történetnek még nagyon sok olyan mozzanata van, amit részleteiben szívesen elmondanék, tehát valószínűleg ezek még előbb-utóbb valahogy napvilágra kerülnek, elképesztő mennyiségű személyes drámával, politikai cselszövéssel, izgalmas kis bizarr történettel találkoztam, amelyek között nem kevés érinti például az ENSZ főtitkárát, Hamars Köldöt, egy zseniális, nagyformátumú és valószínűleg nagyon sebezhető, misztikus gondolkodót és különleges, különös, furcsa figurát. Magányos harcos vagyok olyan értelem, hogy 1992-ben kezdődött az egész kutatás, és azóta hol támogatással, hol anélkül ezt a történetet próbálom fölfejteni. Nagyon fontos az a támogatás, amit a Felsőfokú Tanulmányok Intézete biztosított számomra azáltal, hogy ideális munkakörülményeket és ösztöndíjat kaphattam ennek a könyvnek a befejezésére, és föltehetően a további munka végzésére, illetve az angol nyelvű kiadás előkészítésére. Az egyik legfontosabb és legfolyamatosabb segítséget a dán diplomata fiától, Per Bang Jensentől kaptam,
aki noha nem történész, olyan mélységig ásta bele magát ebben a történetben, és olyan könyvtárat hozott létre, ami egyedülálló, és hadd tegyem hozzá, hogy még a kutatásnak a korábbi szakaszában, amikor én nem tudtam elutazni Londonba, hogy az ottani külügyi aktákat megnézzem, amelyek ugyancsak rendkívül fontosak, ő elment, és egy hatalmas bőrönnyi fénymásolatot hozott, amely jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában van letéve a Bangjelzen gyűjteményben. Tehát ez még nagyon fontos része a történetnek. Nagyon hálás vagyok olyan munkatársaknak is, akiknek a nevét nem szabad megemlítenem, akik az FBI-jal létesítettek kapcsolatot, éppen azért, hogy ott is már évek óta hiába beadott kérelmem, amely szerint minősítsék át azokat az iratokat, amelyek nem sértenek államérdeket, azokat az ő segítségükkel végül is át lehetett minősíteni, és hát a legkülönfélébb diplomaták, történészek, munkatársak segítettek, Pók Attila ennek a, ugyancsak az intézetnek a munkatársa Borhi László, aki kitűnő könyvet írt az Egyesült Államok külpolitikájáról, és az angol fordításban is benne van Kecskés Gusztáv, de hozzá kell tennem azt is, hogy nagyon sok segítséget kaptam például azoktól a kollégáktól, akik annak idején a külügyminisztériumnak az aulájában egy szobrot állítottak Bangjelzennek, illetve hát Németh Zsolt, aki jelenleg a Parlament Külügyi Bizottságának az elnöke, ő a kezdetektől, tehát 93-tól kíséri figyelemmel ezt a kutatást, és volt olyan, hogy mondjuk szerettem volna elmenni Belgrádba, egy archívumban, nem sokkal azután, hogy lebombázták Belgrádban, ugye mi is bombáztunk ezeket a nagy épületeket, a pártközpontot, a hadügyminisztériumot, és akkor a romok között mentünk be, és a külügyi aktákat kutathattuk, és ez kimondott a Németh Zsoltnak volt köszönhető. Nagyon sokan segítettek folyamatosan, Dániában, Magyarországon, de volt olyan, hogy nem tudom, Moszkvába kellett eljutni, és ott próbáltunk meg ugyancsak fontos információkat találni. Itt még azért nagyon sok segítség el kellene, mert a történetnek ez a fejezete, amelyik valószínűleg a legdöntőbb, ugye ezek azok, akik végül a magyar elhárítás és titkosszolgálatos hírszerzéseket felügyelték, akik valószínűleg mindent tudnak arról, amit én csak sejtek, innen még egyáltalán nem sikerült jelentős iratanyagokat megszereznünk.